és bizonyos szempontból hálás vagyok azoknak is, akik most nincsenek itt, hiszen ezzel világosan megüzenték, hogy nincsen mondani valójuk a budapestiek számára. Sajnos ez egy nagyon nagy hazugság, és ezt Karácsony Gergő is tudja, hiszen engem, a Szolidaritás Mozgalomnak a listavezetőjét erre a vitára nem hívtak el, nem biztosítottak számomra helyet. Azok voltak ott, akiket oda engedtek. Arról, hogy nem engedtek oda a vitára, tájékoztattam az összes listavezetőt, Karácsony Gergelyt is. Kértem őket, hogy ezt a méltatlan helyzetet oldjuk meg. Karácsony Gergely nem oldotta meg, és ezek után mondta azt, amit mondott. Akik most nincsenek itt, hiszen ezzel világosan megüzenték, hogy nincsen mondani valójuk a budapestiek számára. Azon felül, hogy Karácsony Gergely az elmúlt 5 évben sajnos rosszul teljesített, mint főpolgármester, én nem szeretnék élni abban a köztársaságban, amiről ő álmodik, mert ha jól értem, akkor ez egy olyan köztársaság, ahol vitatkozni csak azok vitatkozhatnak, akik közpénzmilliárdokból kampányolnak, azok, akik a saját pénzükön kampányolnak azért, hogy másoknak jobb legyen, nincsen helyük a vitában. Én egy másik köztársaságban hiszek.